Ez egy nagy vita, ezt most még nem tudjuk lezárni, de nem tudunk kötelező oltást elrendelni általánosan mindenkire nézve Magyarországon, ezt a magyar ember gyomra nem veszi be. A legutóbbi kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a védőoltásról, amely a magyar közlönyben megjelentek alapján az állami szektorban kötelező lesz. Az ATV kérdésére a miniszter elmondta, aki nem oltatja be magát, fizetés nélküli szabadságra küldik. A magánszektorban viszont a cégeknek kell eldönteniük, hogy kötelezik-e a dolgozóikat, vagy sem. Fizetés nélküli szabadságra lehet őket küldeni, és hogyha egy évnél tovább ez a helyzet fennáll, és a szabályozást indokolt fenntartani, akkor a munkaviszonyt is meg lehet szüntetni. Ha jól tippelem, ötünk közül te vagy, aki biztos, hogy munkáltató vagy, ugye? Igen. Egyrészt nagyon örültök, mert látom a Facebook oldalatokon, végre megnyílt a Gólem központ, igen, tehát igen. Ugye ez most örömre ad okot, de közben van egy ilyen helyzet. Mit fogsz lépni? Hűha. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon valóban nehéz kérdés, de azért hagyd mondjam azt el, hogy miközben néztem ezt a bejátszót, hogy egy másik előző életemben, ugye 3 évet voltam hivatásos katona, és szerintem 100 fölötti éles bevetésen voltam, és soha egyetlen egyszer nem mondtam a katonáimnak, hogyha gondoljátok, lőjetek, ha pedig gondoljátok, akkor nem. Tehát, hogy ha lőni kellett, akkor tűzparancsot adtam, és hogyha tilos volt lőni, akkor azt mondtam, hogy még ha lőnek ránk, te akkor se fogsz visszalőni, ha nem visszavonulunk. Tehát szerintem ilyet nem lehet, ez körülbelül nagyjából ugyanaz a felelősség, vagy én így látom. Én minden erőmmel azon vagyok, hogy a nálunk dolgozók beoltassák magukat, nem csak a közösség miatt, hanem amiatt is, hogy ők találkoznak a közönséggel, aki most már bejön hozzánk, ez simán lehet napi 100 ember, és mi felelősek vagyunk irántuk is, és tényleg azt gondolom, az a nagy szerencsém, hogy én nekem nem kell kötelezővé tennem, mert a mi viszonyunknál elég a meggyőzés, és egyébként egy kormány, akiben megbízik a civil társadalom, az megteszi azt, amit a kormány kér, és nem mondja, hogy hát nem mondhatom nekik, mert nem veszi be a gyomruk. Hát az égszerelmére, de tényleg ez a mi vicc. Neked nem kell hatalmi szóval nem lehez, kell. Hanem... Én egy picit árnyalnám. Én nem gondolom azt, hogy Magyarországon az emberek kifejezetten szeretik azt, ha megmondják nekik, hanem ennél sokkal szomorúbb az, hogy erre vannak kondicionálva. Ne felejtsük el azt a hosszú sok évtizedet, amikor még akkor se vehette a kezébe a sorsát, hogyha lett volna rá késztetése, és én pont azt tartom botrányosnak és felháborítónak, hogy ez a kormány éppen ezt folytatja. Tehát erre játszik rá a kádárkori visszafogottságra, gátoltságra, ne vedd a kezedbe a sorsod, nem rajtad múlik. Ez szerintem sokkal szomorúbb, mert ugyanakkor ezek az emberek nem szeretik, csak nem tudják elképzelni, hogy másképp is lehetne. Nagyon sokan. Ez az egyik része a dolognak. A másik pedig, ez egy valóban botrány, én is úgy gondolom, hogy odalököm a munkáltatónak a felelősséget. Hogy oltasd, ha akarod, ha te úgy látod, akkor szükséges, és ott, ahol munkaerőhiány van, bolti eladók, pult mellett álló emberek tömege, tömegközlekedés, hát ez miféle döntés, hogy majd te csinálsz, amit akarsz. Tehát ez olyan döntés, hogy nem döntök, hanem bedobom a gyeplőt, és a dolognak van egy olyan aspektusa, hogy itt vannak ezek az oltóanyagok. Ha én kötelezővé teszek egy oltást egy országban, akkor tisztában vagyok vele azzal is, hogy ha a kötelező védőoltás mellett nagyon ritkán ugyan, de mégiscsak valami komplikáció fellép, tehát trombózisa lesz az illetőnek, nagyon ritkán, de előfordul, akkor az az állam felelőssége. Nem, most a munkáltatója. Na, de éppen ezt kérdezem, hogy akkor ez most hogy van? Munkáltató az főorvos. Nem csak Reványi szeretek, hogy egyetértek természetesen az, hogy a kádárrendszer időszakban levezethető mindaz, amiről Erzsébet is beszélt. Az egészségügyet látom olyannak, ahol azt gondolom, hogy a kormánynak határozottnak kellene lennie. Gyuri mondta, hogy gyáva a kormány. Ez pont ez a lépés igazolja azt, hogy gyáva, mert itt nyugodtan mondhatta volna azt, hogy
nem tudom, mint ahogy a saját rendszerén belül mondta is, hogy az állami szerveknél kötelező az oltás. Tehát nyugodtan mondhatott volna ilyesmit, de nem, megkerüli a dolgot, és a gyávaságnak az az oka tényleg, hogy jön a választás, és mintha ezt a járványkezelést nem egészségügyi problémaként, nem egészségügyi kezelési módokkal próbálná megoldani, hanem gazdasági, munkaerőpiaci technikákkal úgy, hogy az emberek a választáson minden pillanatban az embereknek jusson eszébe az, hogy kaptak valamit, hogy nyugdíjprémium érkezett, hogy eszi a visszatérítés van. Tehát minden gazdasági szempontból közelít meg, és közben elfelejti azt, hogy ez egy egészségügyi kezelési... Jó, de akkor de miért nem ad 100%-os táppénzt? Mert egy csomóan ezért hallgatják hát ez el, az. Ugye azt tudjuk a betegséget. És miért állít elő olyan helyzetet, hogy van egy tanár, akinek az állami munkáltató előírja, az alapítványi, az egyházi, az meg eldönthet. Miért állítja? Azt kérdezett, hogy miért? Uh-huh. Hát azért, hogy utána a jóságos bácsi válhasson, és megint a cáragyuska működési elve beléphessen. Mert akkor majd megsegít minket. Ő fog minket kimenteni. Ezért játssza ezt a játékot az emberek egészségével, életével játszik. És ezt már nem kéne nekünk tudomásul veszni. Birkák tudomásul veszik. Normál embereknek nem kell tudomásul. És vajon a munkáltatók milyen alapon? Mert ezt akartam mondani, minden munkáltatóból főorvos lett? Vagy hogy fogja eldönteni, hogy ott például a mezőgazdasági szakmai tevékenység közepette, ő, aki már háromszor learatott, meg fogja tudni mondani, hogy az, aki ott dolgozik nála a kombájnnál, az oltott legyen, vagy oltatlan. Ő döntsön. Milyen alapon dönt? Hát igen. Alkotmányos probléma is, már jogászként hogy tegyem hozzá. Milyen alapon avatkozik bele az én főnököm az én egészségem helyzetébe? Milyen alapon? És erre mondta azt nagyon helyesen Tibor, hogy a kormány vagy hoz döntéseket, vagy nem hoz döntéseket. Ha nem hoz döntést, akkor langyos marad. És ha langyos marad, akkor azt kiköpik általában. Ugye volt a kereskedelemben dolgozók szakszervezetének egy olyan felvetése, hogy ha véletlenül előírnák munkaadók ebben a szektorban, akkor a betérő vevőktől is várják ezt el. Hát jogos, ez nem? Ez jogos? Hát hogy ne volna jogos? Két arcú a vírus, vagyunk, két arca van a vírusnak, ide hát, is megy, meg oda is megy. Aki oda bemegy, az máshol dolgozó. Uh-huh. Milyen alapon teszünk közötte különbséget? De azért akkor lassan eljutunk odáig, hogy kötelezővé kellene tenni az oltást. Hát ezt lehet mondani. Ezt nem dönti el a kormány. Kéne mondani, igen. Ezt nem mondja el a kormány, és ezt mondja, elkezdi odázni. Önkormányzat döntsél te, munkáltató döntsél te. Miért? Hát ki a döntési felelősség? Ugye azzal kezdődött a bejátszásunk, hogy ezt a magyar ember gyomra nem veszi be. Hát azért, ezt mondta a miniszterelnök. Igen, 5,8 millióan beoltatták magukat. Azt is mondta, hogy nem szereti a maszkot. Igen, meg most láttuk a híradóban, és a román ember gyomra sem veszi be, úgy látszik, de naponta 400 halott van, tehát hogy ez egy szomszédos ország az ég szerelmére, 70-30%-os, ha jól emlékszem, az átoltottság. Tehát ezt akkor várjuk ki, tehát ez a másik lehetőség. Nem is értem, hogy egyáltalán fölmerül az a, van a, megint csak a biztonságpolitikában, hogy amikor kétséget támad valami felől, akkor azonnal nincs kétség a felől, hogy mit kell tenned. Tehát hogy már rég meg kellett volna hozni ezt a döntést. Megkerültük azt az alapproblémát. Szerintem most tartsunk egy szünetet, már csak azért is, mert ez egy nagyon, nagyon akut és nagyon érdekes kérdés, úgyhogy térjünk rá vissza, de csak a reklám után tartsanak velünk. Folytatjuk is Pusztai Erzsébettel, Závesz Tiborral, Magyar Györgyel és Borgula Andrással, és ugye ott hagytuk abba, hogy mondtam, hogy ezt beszéljük meg rendesen, hogy akkor itt van-e olyan pillanat, amikor kötelezővé kell, vagy lehet tenni a koronavírus elleni oltást, és belét folytottam a szót. Nem érdekes ez, az érdekes viszont, hogy itt azt hiszem nincsenek jó döntések, de a baj, mert nincsenek tapasztalatok az egész joggal, az egész ügyel kapcsolatosan. Amit én bajnak érzek, az pedig az, hogy ha egyszer a kormány felelős, akkor legyen a felelősségnek következménye. Ha nem dönt, akkor annak. Ha dönt, akkor annak. De ezt áttenni, másra testálni, ez megítélésem szerint jogtalan, jogellenes. És a másik pedig a diszkrimináció. Milyen alapon teszek különbséget ember és ember között, azért, mert oltott, vagy azért, mert oltatlan? Emlékezz vissza, az egyik műsorban ebből a zsebemből előhúztam, de most nincs nálam az a bolond kártya, amire az volt írva, hogy védettségigazolvány. Már akkor viccelődtem azzal, hogy az van rajta, hogy védettségi, nem vagyok védett, kérem. Hát egy nappal ezelőtt... De az Alkotmánybíróság úgy döntött, hogy lehet ilyen különbséget tenni. Nekem lehet ezt mondani, hogy,
hogy a jog majd megoldja, de nem tudja megoldani. Képtelen megoldani. Vannak olyan életviszonyok, amiket a jog nem képes szabályozni. Ez sem képes szabályozni. És amit nem tudok illenyelni, mert ez valószínűleg az én személyes problémám, az pedig az, hogy nem szakmai grémium döntéshozatali helyzetben vagyunk, hanem politika befolyásolási döntéshelyzetben vagyunk, és információk eltagadása vagy fölnagyítása. Ahogy ő nagyon helyesen mondta, behúzunk a kalapból egyet, és majd az lesz a politikánk. Mert hatalomtechnikává változtattuk, és nem pedig egészségügyi kérdés. De olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy van körünkben egy szakember. Kötelezővé tennéd? Abban az esetben, hogyha egyrészt teljesen világosan lehet látni azt, hogy milyen mellékhatás spektrumot mondanak. Ebből csak idegen más országokból való statisztikákat látunk, és nem látunk honiakat egyáltalán. Mert nem kapunk infót. Mert nem kapunk információt, félek tőle, hogy maga a jelentési rendszer sem működik, tehát beoltottak valakit, pár nap múlva, egy hét múlva valami problémája van, akkor nem jelentik, mint mellékhatást valószínűleg nagyon gyakran. Tehát ez az egyik alapfeltétele annak, hogy kötelezővé lehessen tenni, a másik pedig az, hogy vállalni kell a felelősséget. Tehát aki kötelezővé teszi, az vállalja a felelősséget abban a, még ha nagyon ritka esetben is, amikor kialakul valamiféle komplikáció. A zöldséges üzletvezető, a főorvos, majd ő eldönti, hogy a zöldséges munkavállalókat. Nem, én nem is értem, hogy hogy vállalhatja egy munkaadó a felelősséget azért, hogyha valaki kötelezővé teszi az oltást. De akkor az következik, hogy ha a haszon mellett eltörpülnek mondjuk a mellékhatás akkor kötelezővé teszi. Akkor igen, hát gondoljuk végig, az összes gyerekbetegségben erről van szó. Hát az összes gyerekünk, mi magunk is sorozatban vagyunk oltva gyerekkorunktól kezdve, és ha megnézzük a oltások megindulása előtt is halálozási statisztikákat, és megnézzük az azutánit, akkor teljesen egyértelmű, hogy az az egy-két speciális esetben előforduló komplikáció van ilyen a gyerekbe, a gyerekoltásoknál de is. Én nem vagyok hozzáértő, de az begyakorolt betegségek, begyakorolt vakcinák. Erről van szó. Ez a baj. Ráadásul ugye az is a problémánk, hogy menet közben tanuljuk magát a vírust is. Tehát végig kéne gondolni, és még azt is végig, ugye ahogy terjed a járvány, és ezt látjuk nagyon jól, hogy a környező országokban milyen komoly számokat tudnak elérni. Ennek a megelőzése azért mégiscsak fontos volna, és én számtalanszor mondtam, már most is elmondom, a korai kezelésről soha nincs szó. A fejlett országok kizárólag az oltásról beszélnek, meg a védelkezői intézkedésekről, boldogabb sorsú országokban ugye a maszkhasználat, meg a tesztelés, a védekezés, és nem beszélnek a korai kezelésről. Pedig vannak erre példák, és én itt is már elmondtam több alkalommal, azóta India egy nagyon jó példája, milyen érdekes, hogy egy jó darabig rémisztő cikkeket olvastunk Indiában, Delhiből arról, hogy ott állnak az utcán. Most vajon miért nem olvasunk? Mert elkezdték kezelni az embereket. Mert nem volt más eszközük, mert nincsenek átoltva, mert nem győzik azt az óriási tömegű embert oltani, és a korai kezelés, az ivermektin, a D-vitamin, a doxiciklin, amit ők már korán elkezdtek, tessék megnézni az indiai kormány hivatalos adatait, hogy például Uttar Pradesh államban hogy alakult a járvány, és milyen drámai mértékben tudták csökkenteni azzal, hogy járták a házakat a katonák, és vitték a tesztet, és vitték a gyógyszert. Attól tartok, hogy ezt most befejezzük, de szerintem jövő héten ez a téma megint napirendre fog kerülni. Viszont van egy másik témánk, amihez szintén lesz egy szakértőnk, mert hogy az Ives Research mért egy nagyon érdekes adatot. Már az előválasztás után, és úgy tűnik ebből, hogy mintha elmozdulás történt volna a két lista támogatottságon, az ellenzék javára, mutatjuk a pontos adatokat.